motiváltak vagyunk. Azt látom, a srácok nagyon jól dolgoznak. És hát ami az elmúlt másfél hónapban jellemzett bennünket, ezt a fajta akaratot és ezt a fajta csapatszellemet akarjuk majd a pályára vinni. Ez én azt gondolom, hogy szinte maximálisan sikerült eddig, és ebben nagyon bízom. Úgyhogy mindenképp itthon akarjuk tartani a pontjainkat. Most már nincs mit figyelni, tehát igazából ami eddig volt, az egyrészt elmúlt, másrészt meg már nem tudjuk befolyásolni. A harmadik dolog a visszatérve arra, hogy magunknak kell megvédeni magunkat hazai környezetbe, a hazai várunkba. Én azt gondolom, hogy az a minimum, ami eddig jellemzett bennünket, akár idegen most az idegenben az Orosháza ellen, azt, hogyha itt is pályára visszük, akkor nem lehet gond. Én maximálisan bízom a fiúkban, és azt látom, hogy ők is ezt a fajta akaratot képviselik. Tehát magunkkal foglalkozunk, a magunk játékát akarjuk ráerőltetni az ellenfélre. Egy olyan jó védelem és kapus összhanggal, ami mostanában jellemzett már bennünket, ezért aztán nagyon bizakodóan várjuk a szombatot. Valóban Orosházán nagyon népes szurkoló táborunk volt, biztos, hogy benne voltak a sikerben, és ezt érezhették is, amikor megköszöntük a szurkolásukat, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egy olyan hazai hangulat fogja fogadni a Ferencvárost, ami esetleg nekünk plusz gólokat is jelenteni fog majd.